Egy rejtélyes betegség miatt majdnem derékba tört Fekete Laci karrierje. Nemhogy a súlyos kőgolyókat, de még a másfél kilós kutyáját sem bírta megemelni a világ legerősebb embere. Teljesen elszállt az erő belőle. 2,5 évnyi küzdelem után még mindig úgy érzi, hogy nem teljes a gyógyulása, de legalább már újra tudja dobálni a mázsás súlyokat. Na, akkor ezt megpróbáltad, ezt az. Azaz 100 kiló, és fel kéne emelnem. Na nem húzom az időt, nem tudtam. Genetikailag én erre alkalmatlan vagyok. És akkor ezt így próbálni felemelni. Fekete László azonban erre született, vitathatatlanul a világ legerősebb embere. 264 kilós súlyt tesz fel erre a lépcsőre. 505 kilóval sétálgat, ami egyébként nem hivatalos világrekord, ha kedve úgy tartja, vagy éppen 232,5 kilós kőgolyót emel a magasba. Aki a világ legerősebb emberének mondhatja magát, aki szívből elmondhatja magát, az csak olyan ember lehet, aki nem kokszol, nem doppingol, hanem egy természetes genetikai adottsága megszületett ember. Ez vagyok én. És ez tényleg nem túlzás. Orvosilag bizonyított tény, hogy Laci genetikailag erre lett teremtve. 3 évvel ezelőtt azonban komoly egészségügyi problémája akadt. Olyan, ami könnyen karrierje végét jelenthette volna. A literes tejet az asztalról nem, így fogtam, hűtőben nem tudtam, mert így fogtam. A kis másfél kilós csivava kutyát nem bírtam egy kézzel felemelni. Döbbenetes ezt hallani a két lábon járó erőgép szájából. Laci egy a róla elnevezett Natur erős emberek világbajnokságára készült még 2011-ben, amikor az első tüneteket észlelte. Már a verseny előtt észrevettem itt az edzésen, egy olyan 2-3 héttel, hogy valahogy úgy nem úgy mozog a jobb kezem, ahogy kellene. Laci bár nem volt 100%-os, elment a versenyre, amit rendre meg is nyert. A tünetek ezután erősödtek. Megfeszítetted a kezed, dolgott az megfeszítette a másik, amíg azt se érezted, hogy feszít, hogy az izom így csapkodtad. Orvoshoz nem mentél? Dehogy nem, rengeteg orvosnál voltam. Rengeteg. Nem, talány volt mindenhol. Talány, tehát a szakemberek nem tudták megállapítani, mi okozza a sportember tüneteit. Így mást nem tudott tenni, mint saját szervezetére bízta a gyógyulást. Minden emberi szervezetnek van egy csodálatos ideje, próbálja a hibát korrigálni saját maga. Na most velem úgy érzem, hogy ez történik, hogy próbálja a szervezetem visszaállítani azt a rendet, ami 2,5 óra, csak hát ehhez őrületes idő kell. Egészen pontosan 2,5 év. Ennyi idő elteltével érezte azt, hogy fokozatosan visszatér belé az erő. A szervezete tehát meggyógyította magát. A szerencsés genetika egyébként az egész családra igaz. Fiai is rekorderek. Amit én 505 kilót vittem, azt edzésen vittem el. A hivatalosan viszont a Miki tartja, a fiam tartja a kisebbik a világrekordot. A naturális emberek között 480 kilót vitt Angliába. Ezzel meg a Lackó tartja a világrekordot, a naturális emberek világrekordját. Ő vitte el ezt 15 méter távolságra, és 10-akárhány másodperc alatt. A genetika és persze a rengeteg edzés, tehát repíti a fekete családot a sportkarrierjükben, de Lacinál saját gyógyulását is elősegítette erős szervezete. Hogy mi okozta a 2,5 éves gyengeségét nem tudni, de most már nem is annyira fontos. Laci folytatja a munkát, hogy a fekete név továbbra is retteget legyen az erős emberek között.